Sziasztok! A kezemben lévő GoPro Hero 5-ös kamerát abban az évben vásároltam, amikor megjelent. Elmondhatom, hogy ez volt az első igazi, komoly akciókamerám. Hát előtte kipróbáltam mindenféle kínai csodákat, és hát nem voltak éppenséggel lenyűgözőek. Azt kell róla tudni, hogy a GoPro szériában ez volt a legelső olyan kamera, amelyben megjelent egy maga képstabilizátor, a hangvezérlés és a GPS chip. Így aztán a felvételeket utólag telemetrikus adatokkal is el lehetett látni. A hátránya annyi volt, hogy hát a képstabilizátor az nem volt éppen a legacélosabb. Emiatt, hogyha tényleg akció közben akart az ember használni, mondjuk sízésnél vagy kerékpározásnál, és azt szerette volna, hogy sima legyen a kép, kénytelen volt hozzá vásárolni egy ilyen gimbalt, ami a rázkodásokat kiegyenlítette. Szerencsére a GoPro időközben fejlődött, és a legújabb kameráiban már annyira profi a képstabilizátor, hogy feleslegessé teszik a gimbal használatát. Ezért én a múlt héten rendeltem egy GoPro Hero 9-est, amely most megérkezett, és most ezt fogjuk kicsomagolni. Akkor most lássuk, hogy mit hozott a posta. Egy olyan csomagban rendeltem, amiben volt maga a kamera. Kaptam hozzá ajándékba egy memóriakártyát és egy akkumulátor töltőt egy tartalék akkumulátorral. Hát kezdjük szerintem magával a kamerával. Igen, itt van maga a GoPro Hero-nak is csodás doboza. Feltűnjük. Mitenek. És nézzük, mi van a dobozban. Van egy remek kis táska, egy kis dobozocska, amelyben meg is van egy töltőkábel, egy USB-C kábel, egy akkumulátor, egy, úgy látom ez íves, tehát ez sisakra szerelhető, ilyen GoPro tartó, akkor egy ilyen kis GoPro rögzítő csavar, és maga a kamera. Igen, érezhetően ez egy vaskosabb darab, mint az eddigi GoPro 5-ösöm, hát látsz, ha egymás mellé rakjuk, akkor látszik is a különbség. Mi van még? Maga a doboz az üres, viszont ez nagyon jó lesz arra, hogy ebben tároljuk a kamerát, meg az egyéb kis kiegészítő cuccokat. Ez mindenképpen előrelépés. Itt van egy ilyen kis felhasználói kézikönyv. Remek. Jó. Mi van a másik csomagban? Ebben, igen, már kell a... Kicska. Szuper jó, van még egy akkumulátorunk, ugye? És egy USB-C-s akkumulátor töltő. Még egy USB-C kábel. Hát az akkumulátor. De eleve én így rendeltem, mert amíg az egyik akkumulátor benn van a kamerámban, addig a másikat lehet tölteni. És mivel USB töltőről megy, ezért powerbankről is lehet tölteni az akkumulátorokat. Így van lehetőség arra, hogyha az ember mondjuk kim van a szabadban, és ilyen biciklizik, akkor folyamatosan tudja tölteni az akkumulátorokat.
Jó, hát akkor vegyük le a fóliát a GoPro-król és próbáljuk beüzemelni. Na, az oldalajtó ugye elég kemény, itt ezt a kis pöcköt kell lehúzni, és akkor nyílik ki, és be tudjuk tenni az akkumulátort. De előtte a memóriakártyát kell, mert ha benn van az aksi, akkor már nem tudjuk betenni. Így. És behelyezzük az akkumulátort. Na, nézzük. Bekapcsoljuk. Na, azért bekapcsol. Na jó, akkor a kezdeti beállításokat megtesszük. Hát, na, kínai jó még véletlenül se. Maradjunk a Maradjunk az angolnál. Elfogadunk mindent, bekapcsoljuk a GPS-t. És most jön az a rész, hogy a GoPro applikációval össze kell párosítani a barátunkat. Ugye itt már látja az előző kameránkat, és ezt most megpróbálom hozzáadni. Remélhetőleg megtalálja. Meg is találta. Oké, össze is párosodtak. És meg is vagyunk. Hát, legyen a neve Hero 9. Ja, hogy te fordítom, azt mondja, hogy legyen GoPro Hero 9. Most már engedi. És kapásból látja is, hogy kell egy kamerám nőt. Hát, ugyanis jött hozzá újabb szoftververzió. Jó, és megvárjuk, amíg lemegy a szoftver frissítés. Most vizsgáljuk meg akkor a két kamerát, hogy milyen a kép stabilizátora és a kép minősége. Mind a kettő wide-ba van. Hát sajnos a GoPro 5-ös most csak 2,7K-ba tudja a kép stabilizátort, 4K-ba nem. Az most elsőre már kitűnik, hogy a dinamika tartománya jobb a 9-esnek. Nézzük odakint, mi a helyzet. Jó, hát akkor most kimegyünk a szabadba. És itt akkor összehasonlítom a dolgokat. Próbálok nem veresni.
kíváncsi, hogy mi fog ebből látszódni. Összefoglalva a tapasztalatokat, amit az elmúlt egy órában szereztem, azt kell, hogy lássam, hogy a GoPro 9 valóban hatalmasat lépett előre a képstabilizátor terén, a képminőség is elég rendesen javult, növekedett a dinamika tartomány, és hát a mikrofonnak a minősége is elég sokat lépett előre. Eddig úgy néz ki, hogy mindenképpen ez jó vétel volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, viszlát!